7 óra 50 perckor kezdődik meg a kihajózás. A húzott sorrendben 10 másodpercenként indulnak a csónakok. Jó, fogom mondani mindig, hogy ki az, aki indulhat. Az lenne a kérésem, hogy miután bepakoltatok, beültetek a csónakba, a csónakokkal itt a sólyapálya környékén gyűjjetek össze, hogy lehessen menni. Üdvözlöm a kedves nézőket, Tóth Bendegúz Márton vagyok, a Savage Gear-nek a csapatából. Itt vagyunk a Lopatavon, és a csónakos pergető országos bajnokságnak az első selejtező fordulóján fogunk most részt venni. Hát nagy reményekkel vágunk neki, de hát mindig így vág neki az ember egy versenynek. Igyekszünk majd minél előbbre végezni, azért mi valamennyire ismerjük a tavat, az edzések is úgy, ahogy jól sikerültek, úgyhogy bizakodóak vagyunk, de hát a horgászatban bármi megtörténhet. Alapvetően ugye két fő halfaj van szerintem, amire érdemes volt készülni, az nem más, mint a csuka meg a sügér, ez található legnagyobb számba a tóba, úgyhogy így nekünk majd ezekből elcsípni minél többet. Amit itt a kezemben láttok, az egy SG2-es bot, egy 243 cm-es hozba és 10-40 g-ba. Ez lesz az egyik csukás botunk, viszonylag nagyobb testű csukákra kell számítani, úgyhogy azért is egy ilyen, hát azért erősnek nem mondanám, de egy kicsit combosabb darabot választottunk, illetve van azért itt az igazi nagy ágyúból is, ez például egy 50-110 g-os SG4 színvéd specialista, az igazán nagy csalikhoz és nagy halakhoz. Úgyhogy igyekszünk majd helytállni, és a verseny után mindenképp jelentkezünk egy beszámolóval. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk Dudics Attilával a országos csónakos pergető bajnokságon, Savage Gear csapatát erősítjük a Savage Gear színeibe. Tegnapi napon voltunk lent edzeni, meg előtte is egy-két napot. Ettől eltekintve egyébként még soha nem jártunk itt, úgyhogy teljesen szüzek vagyunk a tó tekintetében és halállomány tekintetében is. Hát a pecánkat tekintve, majd SG4-es és SG6-os bottal fogunk javarészt dobálni, hogyha a körülmények engedik, hát faszinak van itt egy abu bot is, ugye, de zömmel egyébként ezeket dobjuk csukára, mert ugye az szokott a kérdés lenni, a zalcsin meg a zagyván méltán híresen fogós debus, amiről van is videó, tehát nem csak a bemondás volt. Meg hát ugye a kannibálsod. Itt nagyon szereti a jászkeszeg is, a domolykó, ami nagyon aktív itt a tavon. Itt a 12 centiseket a domolykó az kergeti, nem amúgy, de nyilván csukás csali. Nyilván tiszta a víz, úgyhogy olyan színeket próbáltam összeválogatni már, amik jók lehetnek, általában 10 centis méretben. 10 és 8, vagy 12 is van benne egy pár darab, de javarészt ez lesz. Viszont elnézést kérek minden egyes videó nézőtől, de 5 perc múlva indul a mezőny, úgyhogy ennyiben tudtunk nektek így bejelentkezni. Ha kérdeznétek, hogy mire számítunk itt a versenyen, halat fogni jöttünk, ha ez sikerül bármilyen formában, akkor elégedettek leszünk. Hát ha nem fogunk semmit, akkor ugye a nincs ebbe hal, az ugye már halabból ugye pörögni fog. Hát ha meg lesz, akkor meg ugye meg is vagyok. Tehát ez a két szlogen tud elhangzani, mind a kettőre vevőek vagyunk, úgyhogy mi csalódottak nem leszünk, maximum egy picit ti, de megteszünk mindent tőlünk telhetőt, aztán majd a szerencse meg a halak eldöntik, hogy társulnak-e hozzá. Köszönöm szépen, hogyha nézitek, lájkoljátok az Ákos, nézitek meg az Ákos csatornáját, ő integet onnan a kamera mögül is, fenn van TikTokon is, Facebookon is, szeretettel vár titeket a platformjaikon, meg hát ugye Dudics mester is, bár ő a fitness vonalat erősíti, de ez egy másik sztori lenne, a csatornámon bővebben van róla. Kívánjatok sok sikert, mert anélkül nem lesz semmi. Ciao.
Közel megyek hozzá. Jó. De elhaladunk. Jó. Mit jön be, ha a faszi? Felveszem azt a túlóval. Késő. Azért ezek a csöcsök nem rosszak. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ismét Lupató még mindig, véget ért a verseny. És hát minden, amit elterveztünk, az összejött igazából. A 8. helyen végeztünk, ami számunkra rettentően jó, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Ha jól emlékszem, akkor Bendegúzék lettek a 7-ek, aminek így távolról is gratulálunk, ugye? 20 darab sügeret fogtunk, a 21 és 22-dik az 14 óra 30 és 31 perckor jött, de hát az már nem számított bele a versenybe. Egy picit a nyárfasz az megnehezítette a dolgunkat, de azt gondolom, hogy pont azt beszéltük, hogy 20 darab sügérrel bentebb leszünk, mint egy csukával, és hát ez így is történt, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, nekünk ez a 8. hely életünk első versenyén szerintem nem egy rossz, főleg, hogy ez az OB. Úgyhogy azt gondolom, és Attila nevébe is beszéltek, de majd mindjárt megérkezik, hogy a vártnál jobb, amit elértünk. Legalábbis első versenyhez képest. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a Savage Gear-nek is egyébként. Csalikat, botokat nagyon sokat számított, hogy tudtunk miből választani. És hát persze ehhez kellett egy nagyon szuper társ, aki mindjárt jön lefele. Meg hát itt jönnek a többiek is, hogy ja, jó verseny volt. Sokat izgultunk, nem nagyon ittunk, ki vagyunk száradva. Dobtuk végig, nem volt megállás, egy pár hal lemaradt, Attinak elment egy csukája, ez jó csuka lehetett, legalábbis a sügerekhez képest jó csuka, de tegyük félre, nagyon elégedettek vagyunk tényleg, tehát amit elterveztük, az tényleg meglett. Mert mindjárt átadom a szót itt a mesternek. Nagyon jól éreztem magam én is a versenyen, azt gondolom sikerült megcsinálni, amit szerettünk volna. Várj, ezt ide rakom, mert kell a kezem ahhoz, hogy rendesen tudjam kifejezni magam. Szóval teljes mértékben meg tudtuk csinálni azt, amit szerettünk volna. Elsősorban a sügérpecáról szólt nekünk a mai. Főleg a edzéseink során láttuk, hogy a csuka egyenlőre nekünk az nagyon rizikós, úgyhogy a cél a továbbjutás volt, azt gondolom sikerült. Harcra fel, csak így tovább. Mindenki menjen horgászni. Dobálja a szevés csalikat, mert nagyon jó. Nekem is arra ment el a csukám ma. Ami persze nulla, mert elment, de ezzel ne foglalkozzatok. Úgyhogy tartsatok velünk következő fordulón is, ahol mi nem leszünk, de majd a Dunán találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Hát véget ért a verseny. 7. helyen zártunk, ha jól láttam az eredmény listát. Ez alapvetően egyébként nem gondolom, hogy rossz eredmény lenne tekintve az erős mezőnyt. Ráadásul a kvalifikációt ér az OB-nak a középdöntőire, tehát az elsődleges célt tulajdonképpen elértük. Nagyon szerettünk volna dobogóra érni, és egyébként nem is volt messze a dolog, hiszen összesen azt hiszem 1400 pont kellett volna a második helyhez. Tehát hát csukába, kis tudással nem is mérhető pont, illetve három sügérből meg lett volna. Sajnos kicsit nehezen indult a dolog, de aztán egy 10 óra tájban 10 perc alatt fogtunk két csukát, akkor nagyon megörültük, hogy talán megvan a fonál. Utána viszont megint meglassultak a dolgok, egy jó váltással két sügeret egy kikövetés után még hozzá tudtam tenni,
Aztán feltettünk mindent egy lapra, és bíztunk benne, hogy megjön majd a zárszóra az utolsó csuka, ami kellene a dobogóhoz. Hát ez kis túlzással meg is jött, mert egy órával a vége előtt még volt egy kapásom a csónak előtt. Megütötte a csalit, oda is vágtam neki, de vagy nem akadt neki, vagy nem tudom sajnos, csak láttam, hogy megvillan egy pillanatra, éreztem a súlyát és elment. Utána már nem tudtunk mit csinálni. Hát lehet, hogyha ügyesebben váltunk, akkor meg lehetett volna, de nagyon bíztunk a csukába. Erre építettük igazából a taktikát, és ha meg lett volna, akkor egyébként be is jött volna a dolog, úgyhogy nagyjából ennyi volt a történet. Sziasztok! Attilának szeretném megköszönni, hogy összesen elment a bottyairól.